Hello, sziasztok! Nagy Szabolcs vagyok. Az AstraFest 2020-as kiállításáról. Itt vagyok Londonban. Negyedik éve talán, hogy részt veszek, mint kiállító. Ilyenkor csak alapvetően a tulajdonos amatőröket kér meg, hogy segítsünk nekik. Richard, Chi and Paulina. Ők velük együtt, megint csak amatőrök, így együtt segítünk a csapatnak. Ezeket a teleszkópokat állítjuk ki, és persze próbáljuk értékesíteni őket. De gyorsan körbejárok az egész épületben, és megmutatom nektek, hogy miket lehet látni. Mivel nem vagyok teleszkóp szakértő, ezért túlságosan sokat nem is szeretnék majd fűzni a látottakhoz. Inkább csak meg akarom nektek vizuálisan mutatni, hogy mégis miket lehet látni egy ilyen összejövetelen. Most éppen előadások mennek, azért vettem a bátorságot, és körbejárok, hogy lássátok, hogy kik milyen kiállítók vannak itt, és mégis mivel foglalkoznak. Őket a múltkor is láttam már, ők nagyon jó vizuális élményt nyújtanak. Többek között virtuális valóság élményt lehet megtapasztalni. Majd ide be is fogok szerintem ülni később. Különféle csecsebecsék nyakba is fülbe tehet akasztható dolgok, és akkor le is sétálok. Azt mondja, hogy a földszintre. A cég, akinek kiállítok, ők a White Screen Center. És na hát itt aztán itt csodálatos dolgokat lehet látni egyébként. Ez érdekes. Kitűzők. Jól néz ki. Modellek. Oké. Na hát akkor tessék, lássék, ámuljatok. Remélem mindenki talál magának valót. Ez a cég az Orion Optics. Csodálatos felszerelések. Egyszer lenyűgöző. Oké, azt hiszem, hogy megvan, hogy innen mit fogok vásárolni ma. Ó, de gyönyörűek. Szóval nézzétek, csak a Falcon Heavy. Ó, de gyönyörű. Azt hiszem az, meg a Team Peak, ez nagyon nekem való. Plusz egy nagyon jó kis régi, na hát ide vissza fogok jönni. Nos, azt mondja, hogy akkor tovább. Fuh, behemót. Az ára is egy kicsit behemót. Yes, on pepperoni. Potom 6450 fontért. Hát ez gyönyörű. Aki esetleg, majd állítsátok meg a videót, hogyha esetleg olvasni akarjátok a részleteket. Atyaisten. Wow.
Gyerekek, micsoda felszerelés itt, atya úristen. Aki esetleg olvasni akar róla. Az ott az nagyon jó demonstráció, ezt hiszem tegnap már láthattátok a csoportban. Ez egy érdekes távkukkeres segéd kiegészítő. És akkor itt is vagyunk a Widescreen Centernél, nekik segítek, ők szintén besegítő kollégák, ez itt a, szerintem ez lesz a Celestron, ez az állvány az valami hihetetlen, most éppen nem mozog persze. Oké, ez a widescreen, továbbra is. Boldog emberek. Say, sziasztok! Sziasztok! There you go. I have a chat with Sultan, I don't need it. You have, or you have not? I'm asking you. No, I'm heading down now for a quick chat. I'll just take a few videos and that's it. Hey David, how are you doing? I'm just recording a Hungarian video. Ez az úri ember, a Teleview tulajdonosa. Úgyhogy... No. And this is Simon. Ő Simon. Ő a Widescreen Center tulajdonosa. In Hungary they love you. You're doing well. Yes, thank you. I'm gonna come down later on, let's have a chat, if okay. You have some time. Sure. Everything's cool? Say hello. Yeah, very good. It's really the Apollo 11. That's the one. Okay, yeah. Once I finish this next break, I will come down and I will take a look, because I heard of it. Okay, very I heard good. Of it. Ez az Apollo 11 speciális kiadás okulár. Éppen ezt mutatta meg. I see you later. Okay. Ő volt ott. You okay? You alright? This is for some Hungarians. Some my Facebook group. Ethan Roberts. Ő Ethan Roberts, és ő csinálja az egyik fotót a weboldalamra, úgyhogy say, sziasztok! I know it's hard in Hungarian. Sziasztok! Sziasztok! There you go, he speaks Hungarian. Beszél magyarul. Sziasztok! Ez a srác adott egy fotót a weboldalamra. Ő is ISS fotós, és marha jó ilyen emberekkel itt összefutni egyébként. Na, és akkor itt vagyunk a földszinten. Itt is van egy csomó nagyon érdekes dolog, többek között kupola. Igen, itt ebben az országban nem szokás barkácsolni, inkább az emberek megvásárolják iszonyat árakért. Ez a British Astronomical Association. Hát itt aztán gondolom lehet sokat beszélgetni az űrről, mindenről. Right?
Main Sequence Software. Őket nem ismerem. Őket se. Rettentő kis cég jön össze egyébként ezeken a helyeken. Na hát itt van, amit ugye reklámoznak. Na nem láttam még élőben. Okay. És a kezemet hozzáteszem, hogy mekkora. Aha. Hát igen, ez a iszonyatosan drága megoldás távcső ügyben. Ők tavaly az első emeleten voltak, de már nem. Azt mondja, hogy azt hiszem, hogy ez a teleszkóp pornó megfelelő kifejezés. Gyönyörű. Okay, ez az Interplanetary Society. Tavaly csináltam itt konkrétan hasonlót. Szojusz dokkolás. Halál jó. Ott van az irányító lent. Itt. Hol az úriember feje van. Belinkelem a leírásba, majd később a saját videómat. Marha jó. Élőben dokkolhatsz. Hihetetlen jó dolog. Kicsit megpörgettelek benneteket. Oké, ez a 365 Astronomy. Itt dolgozik, ott van Zoltán. Éppen elfoglalt, majd hozzá visszajövök, beszélni később. Jó, hát nagyjából ennyi akkor. Remélem, hogy tetszett nektek. Aztán igen, majd még jelentkezem ez ügyben, de marha jó dolog egyébként ennyi távcsövet látni. Az az igazság, megmondom nektek őszintén, hogy iszonyatosan elmondom, hogy mit gondolok erről. Évek óta járok ide, és azt látom, hogy egyre többen vannak úgy. Tehát ugyanazokat az arcokat lehet folyamatosan látni. Nincsen fiatalság, nem tudják egyszerűen bevonzani az embereket. Nem tudom, hogy miért. Egyszerűen nem... Nincsenek célba véve a fiatalok. Pontosan erről beszélgettünk az egyik kiállítóval, hogy miért van ez, hogy egyszerűen mindenkinek pénzbe kerül. Nagy valószínűséggel a fiataloknak ingyenessé kellene tenni. Egyszerűen az idősebb generáció jár egy-két kivétellel csak ide. Ugyanazokat az arcokat látom én is évről évre. Nem jó dolog, és nem tudom, hogy mi a megoldás erre, de valamit ki kell találjanak, mert egyszerűen egyre kevesebb ember jön, és egyre problémásabb a dolog. Úgyhogy jó, örülök, remélem, hogy tetszett. Sziasztok, hello.